Sziasztok! Ebben a videóban az ÖBB Simmeringi telephelyére látogatunk el, ahol egy nyílt nap keretén belül megtekinthető az új generációs Nightjet vonat. Összesen 33 darab új Nightjet vonat került az ÖBB által megrendelésre. Menetrendi forgalomba 2023. decemberében kerülnek. A vonatok a Railjethez hasonlóan 7 kocsiból állnak majd, maximum befogadó képességük 254 fő. A vonatösszeállítás a következő kép fog kinézni. Egy vezérlőkocsi ülőhelyekkel, egy multifunkciós kocsi ülőhelyekkel és mozgáskorlátozottaknak kialakított résszel, 3 fekvőhelyes kocsi, amelyekben vannak 4-es kabinok és az újonnan bevezetett egy személyes minikabinok, 2 darab hálókocsi. A Nightjet maximális sebessége 230 km/h, a vonaton ingyenes wifi és utastájékoztató rendszer található. A kabinokba való bejutás, valamint a csomagok megőrzése elektronikus NFC kártyával történik. Az új Nightjeten 5 kategória közül lehet választani, az ülőhely, a minikabinok, a fekvőhely komfort, hálókocsi komfort és hálókocsi komfort plusz. A multifunkciós kocsiban található egy külön kabin 2 kerekes székes és 2 kísérő személy részére. Ez a kocsi alacsony padlós, a könnyű be- és kiszállás érdekében. Továbbá ebben a kocsiban található 6 kerékpárhely, valamint egy nagyobb tároló rész babakocsinak és bőröndöknek. Az új minikabinok elsősorban egyedül utazóknak lettek kitalálva, azonban 2 kabin a fejrészénél az elválasztófal eltolásával egybenyitható. Ezekhez a kabinokhoz tartozik egy tárolórekesz a cipőnek és kézipodgyásznak. Továbbá a kabinban található olvasólámpa, hangulatvilágítás és egy kisebb lehajtható asztal. Fekvőhely komfort egy 4 személyes kabint foglal magába, amiben fixen rögzített ágyak vannak. Ez a kategória főleg családoknak és kis csoportoknak ideális. A hálókocsi komfort tartalmaz kocsinként WC-t és fürdőt, és egy kabinban 2 fixen rögzített ágy található. Ezen kívül minden kabinban található 2 ülőhely is. A Comfort Plus kabin a Comfort kabinhoz hasonlóan 2 személyes kabinokból áll, annyi különbséggel, hogy ezekben már saját WC és tusoló helyiség is van. Az új generációs Nightjetekhez új karbantartási koncepciót is kialakítottak, ehhez 2 darab 2 vágányos szerelőcsarnok kerül megépítésre. Befektetési költsége 80 millió euró, és a csarnokok tervezett átadása 2024 év végén történik.
Ehhez hasonló szerelőműhelyet már ma is használnak a Railjetek karbantartásához, ahol egy 28 részes emelőszerkezettel egy komplett 7 részes Railjetet tudnak egyszerre megemelni. Az emelőkarok egyenként 16 tonnát tudnak megemelni, maximum emelősebessége 300 mm per perc. A teljes szerkezet 448 tonna megemelésére képes, egy Railjet 417 tonnát nyom. A videó további részében felvételek láthatók az ÖBB Simmeringi szerelőcsarnokából. Thank you.